Megtelt a nézőtér az Európai Filmek 19. Nemzetközi Fesztiváljának második napján. Rengetegen voltak kíváncsiak Srdjan Dragojevic szerb rendező Parádi című alkotására. A filmben az egyik oldalon az aktivisták állnak, akik meleg felvonulást szeretnének szervezni. Ők nap mint nap szenvednek a balkáni homofóbia megnyilvánulásaitól. A másik oldalon Miskó áll, aki egy őrzőt védő céget működtet. A két fél találkozása és egy ex-jugoszláv túra teszi komikussá a filmet. A közönség nem csak az alkotással, de a helyszínnel is nagyon elégedett volt. A nézők nagy része rendszeresen részt vesz a fesztiválon, ha teheti, naponta több filmet is megnéz. Atmoszféra, filmovi su dobri, zanimljiv ambient. Radujemo se ove godine što je popločena ova staza. Hétfőn a Szabad Egyetemen kivételesen két filmet is láthat a közönség. Tilla Tilla Csicska című kisfilmjét, rögtön utána pedig a Vecsernyi és János rendezte. Nyár utca nem megy tovább című abszurd alkotást.